Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Még napokig bizonytalan az, hogy a Fidesznek megvan-e a kétharmados többsége az országgyűlésben, avagy sem, mert hogy van, ahol még számolnak, van, ahol még belekevernek szavazatokat, a határon túlról érkezőket. Szóval ez még változhat, de Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy egyébként ez nem jelent semmit, mert hogy a felhatalmazást az emberek többségétől megkapták. És a választás eredményét, ha nézzük, ez így igaz, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség a KDNP-vel együtt kapta a legtöbb szavazatot a választásra jogosultak és a választáson résztvevőktől. A kormányváltó összefogás pártjai pedig nem kaptak annyi szavazatot értelemszerűen, második helyen végeztek, harmadik helyen a Jobbik, de hát az adatokkal Önök már teljesen természetesen azt gondolom, hogy tisztában vannak, de hogy ki mennyire elégedett akár az összefogásával, akár saját maga szerepével, és hogy hogyan tovább, azt majd Mesterházy Attila fogja elsőként elmondani. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szóval hogyan tovább? A hogyan továbbot is sok részre bonthatjuk, hogyan tovább a parlamentben először is. Hát nézze, a parlamentben ugyanazt a szerepet kell továbbvinni, hogy egy kemény, kritikus, konstruktív, de kritikus ellenzéki szerepre kell készülni, de azt érteni kell, és ebben én egyetértek minden olyan politikus társammal, aki azt mondta, hogy hát nem a parlament lesz a fő terepe, úgymond a politikának, hiszen ha van kétharmadjuk, akkor azért, de ha nincs, akkor meg a Jobbikkal együtt van neki kétharmadjuk. Három hetes ülésedésre. Ráadásul, hogyha ugye igaz az, hogy amit Kövér László már belengetett korábban, hogy ő egy három hetes ülésedésre akar áttérni, akkor tulajdonképpen ezzel hát ki is üresítik még jobban a parlamentet, már szó szerint fizikailag is, mert három hetente kell majd egyszer idézetbe bemenni. Tehát mi is arra készülünk, hogy a politikának a centruma, vagy a politikai eseményeknek a centruma az a parlamenten kívülre kerül, ezért mi is a saját működési struktúránkat úgy fogjuk átszervezni, hogy nem feltétlenül a frakcióra építjük a szakmapolitikai munkát sem kizárólag, mint hogy ez az elmúlt években volt, hanem sokkal inkább valószínűleg mi is a párt irányába indulunk el, és a pártban hozunk része olyan műhelyeket, kabineteket adott esetben, ami szimbolikusan is, meg strukturálisan is jelzi azt, hogy kifelé nyitjuk ezt a történetet, és nem a parlamenti zárt falak mögött szakmázunk, úgymond a különböző jogszabályokkal. Hogy az összefogásból kinek lesz frakciója, és hogyan lesz frakciója, e tekintetben dőlőre jutottak már? Ugye igazából mi megállapodtunk abban, hogy senki nem csábítja a másik frakciónak a tagjait. Ez még egy korábbi politikai megállapodás volt. Ugye két dologba állapodtunk meg elvi szinten. Ha valaki nem veszi át a mandátumát, akkor nem a lista csúszik egyet, hanem az a párt adhat egy új szemét, aki arra a helyre jelölt valakit. Tehát, hogy magyarul nem vonjuk el a jogát egymástól a különböző pártoknak, hogy a saját helyükre saját maguk delegáljanak egy új szemét, ez szerintem így tisztességes, így korrekt, és abban is megállapodtunk, hogy bármi is lesz a végeredmény, az egyik frakció a másiktól nem csábítgat, úgymond senkit sem el, hanem tiszteletben tartjuk azt, hogy ki melyik frakcióba kíván saját maga beülni, tehát ilyen értelemben ezeket az alapelveket kell figyelembe venni. Mától már elindult az aláírásgyűjtés az európai parlamenti választás jelöléséhez, és ezáltal elindult a kampány is. Az előző évek és korábbi európai parlamenti választások tapasztalata azt mutatja, hogy közel sem volt akkora érdeklődés soha egy EP választás körül, mint az országgyűlési választások körül. De hát természetesen, ha kettő ilyen közel van egymáshoz, akkor még érdekesebb a helyzet. Bár minden dátum szerint érdekes lenne a helyzet. Most hogy lesz? Marad a kormányváltó összefogás? Együtt indulnak? Vagy amit már korábban is mondtak, hogy ott viszont külön mérettetik meg magukat, ebben már végleges döntés született? Abszolút, hiszen már mindenki föl is vette úgymond ezeket a aláíró íveket. Az volt a korábbi megállapodás, hogy mivel ez egy ilyen listás, arányos választás lesz, ebből kifejezik mindenki önállóan méretteti meg magát. És ha szabad ilyet mondani, magyar belpolitikai közjogi vonatkozása ugye nincsen ennek a dolognak, annyi van, hogy politikai szempontból fontos természetes, hogy az Európai Parlamentbe ki hány képviselőt delegálhat, de alapvetően nem határozza meg a magyar belpolitikai rendszert. Az országgyűlés után az önkormányzati választás lesz olyan, ahol szerintem ugyanúgy érdemes együttműködésben gondolkodni, mint ahogy az országgyűlési választásoknál is tettük. Tehát magyarul mi is már fölvettük az aláíróíveket, és hát ma már talán el is kezdték az aktivistáink gyűjteni az úgymond aláírásokat, ami szükséges az európai parlamenti induláson való részvételhez.
a saját sorsát illetően, tehát most a jövőről beszéltünk, és mindjárt áttérünk a miértre, tehát hogy tegnap miért történt az, ami történt a számok tekintetében. És a kettő között van egy átjáró hidunk, az ön személyes politikusi sorsa. Nem gondolt arra egy másodpercig se a tegnapi estén például, hogy egy ilyen eredmény után, amikor ez sikerült az összefogásnak, a kormányváltó összefogásnak élén önnel, a miniszterelnök jelölttel elérnie, hogy felajánlja a lemondását? Nem, mert arra vállalkoztunk, amikor ebbe belekezdtünk, hogy itt három választást fogunk végigcsinálni. Hát, hogy ön is mondta, ma már aláírásgyűjtés van, és tegnap volt a választás. Tehát a kongresszustól is, minden testülettől azt a felhatalmazást kapta az elnökség is, és maga az elnök is, hogy ezt a három választást végig kell csinálni. De csak ezért nem, mert munka van? Nem, hát én azt gondolom, hogy egyrészt 20%-kal több szavazatot értünk el, mint korábban, 5-ször annyi képviselőnk van, aki egyéniben tudott nyerni. Azt a célt nem sikerült elérnünk természetesen, hát ez evidencia, amit kitűztünk magunknak célként, hogy leváltjuk ezt a kormányt. Én azt látom, hogy ez a szövetség jól működött az együttműködésben, mindenki, amit csak tudott, beletett. Én több mint 85 helyen jártam az országban, én azt látom, hogy minden jelöltünk, ami ember tellett tőle, embertől telhetett, azt mindenki végigcsinálta, megcsinálta. Úgyhogy én azt látom, hogy ami tőlünk függött, az mindent megtettünk a választásokért, és sok minden más olyan ok lett, ezért mondtam, hogy elemzünk, értékelünk, és aztán ezekből természetesen olyan tapasztalatokat akarunk levonni, ami a további építkezés szempontjából fontos. Ez most rövid távon az európai parlamenti választás szempontjából is érdekes, de aztán sokkal inkább az önkormányzati választások szempontjából. Azt mondja, hogy mindenki, amit csak tudott, beletett. Akkor viszont nem sokat tudnak, hiszen mindent a törvényre, hát azt... a törvény aránytalanságára nem lehet ráfogni. Fele annyi szavazatot kaptak, mint a Fidesz. Igen, ezek szerint, nem is ezt mondtuk, ugye. Ezek szerint valamivel, fele annyival, minimum fele annyival, hát, valamit nem, kevesebbet tudnak? Nem vagy? Fele annyival, mert ugye azért nem fele annyival kaptunk kevesebbet, olyan 75%-kal, de az is természetesen egy nagy különbség, ez egyértelmű. De hogyha megnézzük, két párt tudta növelni a támogatottságát, az együttműködés pártjai és a Jobbik, az LMP is és a Fidesz is veszítette a korábbi szavazatszámához képest. Ez most nem vigasztal senkit se értelemszerűen, csak pusztán a tényrögzítés miatt mondom. Tehát ezért mondjuk azt, hogy mi nem csak a rendszert tettük felelőssé, de azért azt lássuk be, hogy a választókerületeket úgy írták át, a választói rendszert úgy fogalmazták meg, a pénzügyi lehetőségek, a média megjelenési lehetőségek, azok mind-mind olyanok voltak, amik egyértelműen abba az irányba állították a vektorokat, hogy bizony minden a Fidesznek kedvezzen, és ki is használták maximálisan ezeket a dolgokat. Természetesen vannak olyan pontok, amit én is úgy látom, hogy mondjuk alábecsültük a közmédiának a szerepét a kampányban, azt gondoltuk, hogy nincs ilyen ereje annak az agymosásnak, vagy annak a negatív kampánynak, amit velünk szembe folytattak. Látható módon a kisebb településeken, ahol leginkább csak a köztelevíziót tudják nézni, vagy a rádiót hallgatni, ott bizony erősebben ment át a különböző negatív kampányelemek az emberek köztudatába. Alul értékeltük az elektronikus médiának is adott esetben a szerepét. Azt gondoltuk, hogy a közösségi média és az ajtótól ajtóig való kampány az ellensúlyozni tudja ezt. És tartalmilag is van szerintem, amin érdemes elgondolkodni, ami arról szól, hogy a Jobbikot teljesen szabadon futni hagytuk. Már úgy értem, hogy a Fidesz tudatosan hagyta, szerintem nem kritizálta semmilyen formában, sem támadta a Jobbikot. De mi is ugye húztunk egy elég éles határvonat, és azt mondtuk, hogy nem vitatkozunk, nem ülünk le a Jobbikkal, nem vitatkozunk velük, mert egy nem demokratikus párt a Jobbik. Ezzel viszont azt a szélárnyékot biztosította mindenki a Jobbik számára, hogy egyfajta surranó pályán tulajdonképpen különösebb ütközések nélkül tudta a saját üzeneteit kisebb településeken és nagyobbokon elmondani. És egészen biztosan, hogy a Simon ügy, a Cuslág ügy, az Öszöd kérdése, ezek mind-mind jobban beleégtek az emberek fejébe, mint ahogy mi ezt számítottuk. Az biztos, hogy amit most felsorolt, azok mindegyike számított, és érvként elfogadható, és mindegyik számított a választási eredményt illetően. De nem mondhatják azt, változatlanul állítom, hogy kizárólag a törvény, a kampány, a közmédia, a cuslágügy és a nem tudom micsoda okozta azt, amit okozott a számokban, mert hogyha igazi kormányváltó hangulat lett volna, akkor nem 60% körüli a részvételi arány, és hogyha igazi kormányváltó hangulat lett volna, akkor mindezek ellenére nem lett volna ez a majdnem 50%-os különbség, vagy nem 50, majdnem 100%-os különbség a szavazatok. Másképpen fogalmazik, miközben ugyanaz fog kijutni, amire ön is utalt. Szerintem
volt kormányváltó hangulat, vagy van kormányváltó hangulat, csak az, amiről korábban is beszéltünk, és ezt minden interjúmban is próbáltam elmondani, hogy az apátia, vagy a közöny, ez a legnagyobb ellenfele a kormányváltó erőknek. Na de hát, amit ezen akkor mondott, nem tudtak változtatni. Nem, de ebben azért annak is szerepe volt, hogy a Fidesz egy hideg kampányt folytatott, tehát látható módon a csak média kampány volt, az utcán sehol semmilyen formában nem láthattuk a Fidesz, nem voltak viták, most nem csak jelölti viták, hanem bármilyen ütközés, ami a különbségeket tudta volna mutatni az emberek számára. Tehát magyarul volt egy hideg kampány, és emellett egy nagyon erős negatív kampány, ami arról szólt, hogy egyik kutya másik ebb, és ebben a részvételi hajlandóságot természetesen próbálták visszáptolni ezáltal, illetőleg azt az esélyt akarták elvenni lélektanilag az emberektől, hogy van esély a változtatásra, van esély az élet jobbá tételére, van esély a kormányváltásra. Ugye nem volt olyan elemző, nem volt olyan médium, amelyik nem arról szólt az elmúlt hónapokban, hogy itt tulajdonképpen eleve elrendelt események vannak. Tehát magyarul a közöny, a beletörődése az embereknek abban a helyzetben, hogy hát már csak ez így van, nem tudunk rajta változtatni. Ez egészen biztosan nyomta a választási eredményeket, már a részvételi arányokat lefelé. És az is biztos, hogy ebben azokkal a kampányeszközökkel, amik nekünk rendelkezésünkre álltak, tehát a személyes találkozások, az internet, a Facebook adta lehetőség, ezek a hagyományos levél, SMS, direkt mail típusú dolgok, ezekkel azokat tudtuk inkább megszólítani és elérni, akik jobban érdeklődtek a politika iránt, jobban érdeklődtek a szövetségnek a pártja iránt. Azt mondja, hogy mindent jól csináltak az adott körülmények között. Minden, ami mondjuk... Mit fogalmaztam ennél azért? Azért kérdezem, hogy ebből azt szűrjük le, hogy mindent jól csináltak az adott körülmények között. Jó volt, helyes volt az ön személye az összefogás, kormányváltó összefogás élére. Jó volt ez a szövetség. Jó a szervezeti felépítése az MSZP-nek, mert most beszéljünk, akkor szűkítsük a kört az MSZP-ről. Jó módszereket választottak a kampányba, tehát ezen az oldalon minden rendben volt? Az egész társadalmi struktúrája, igazából a felépítése az MSZP-nek rendben van? Igen, szerintem a társadalmi struktúrája az rendben van, hiszen mi vagyunk a több helyen résztvevő vagy jelenlevő párt a Fidesz után. De a mennyiség az egy dolog, minőségileg is rendben van. Már mit ért az ott minőséget? Hát az, hogy jelen vagyunk, az lehet papíron, hogy aha, Baranya megyében is van alapszervezetünk, hát de hogy mit csinálunk, az egyik egy mennyiségi kérdés, a másik meg egy minőségi kérdés. De ugye, ha nincsen kérdezem. Mennyiség, akkor minőség sincsen. Tehát, de a mennyiség magyarul, megvan, és én a minőségre kérdezem. Igen, csak szerintem az egy fontos dolog, és ezen nem ilyen könnyű csak így átlibbenni, hogy hát a francot se érdekel az, hogy adott esetben ott van jelen, van-e valaki egy településen, vagy nincs. Szerintem fontos, hogy valaki jelen van. Én például azt látom az elmúlt 4 évből, hogy van értelme a szervezeti építkezésnek, tehát hogy minél több helyütt legyen legalább egy kontaktszemély, vagy egy alapszervezet, vagy valamilyen olyan infrastruktúra, ami a kis települések irányába is elindul. Én értem, hogy ez az alapja, második... de utána a minőségé kell, hogy legyen a hangsúly. Bocsánat, hadd mondjam végig. Tehát a második meg természetesen az, hogy azok, akik ott vannak, azok milyen típusú munkát, milyen típusú politikai aktivitást végeznek. Hogy az azt jelenti-e, hogy csak úgy van, vagy azt is jelenti, hogy például akár a civil élettel kapcsolatban, vagy a helyi közélettel kapcsolatban van az adott illető, hogy mennyire aktívan mutatja meg saját magát, mennyire jó ügyeket vállal föl, és adott esetben áll ki azokért. Mm-hmm. Ez valóban az a politikai tartalmi munkának a mienségén múlik. Én azt láttam abban a 80-valahány településen, ahol jártam, hogy ott a körzetekben a jelöltjeink megfeszültek, az aktivistáink megfeszültek, igenis beépültek a helyi közösségekbe. Csak önnek egy példát hadd mondjak, a 14. kerületben pont talán szombaton volt egy ilyen ligetmentő akció, ott rengeteg civil szervezet vett részt a rendezvényen. Tehát magyarul van értelme a civil szervezetek irányába kapcsolatot kialakítani, csak tudja, ez egy nagyon őszinte szektor, a civil szektor, tehát ők pontosan értik, hogyha valaki kihasználni akarja őket, hogyha nem őszinte a közeledés és az érdeklődés, akkor az visszájára is tud fordulni. Tehát ezért fontos, hogy milyen módon közelítünk ehhez a közösséghez. Szóval mi van rendben és mi tehát az, ami én azt mondtam, hogy a kampány eszközök tekintetében, ami rendelkezésünkre állt, azzal próbáltunk tisztességgel élni. Biztos, hogy voltak benne, tudom, csúszások, szórólapba, plakátba, nem akkora készült, de ezek nem olyan típusú problémák, amik mennyiségében tudták volna beilleszteni ezt. Tehát azt én sem hiszem, hogy egy pár hetes vagy egy-két hónapos kampánnyal mindent fel lehet építeni, és mindent meg lehet változtatni. Tehát ez hosszú évek építkezése, ami aztán egy sikeres kampányhoz is elvezethet. Ezért kérdezem, hogy
mi az, ami biztos, hogy rendben volt, és mi az, amin biztos, hogy változtatniuk kell, vagy akár bármiféle, bármikor, bármiféle közös szövetségbe jó dolog-e ugyanígy gondolkozni, mint ahogy most gondolkodtak személyileg, összetételileg. Én azt láttam, hogy én nem tudok mást mondani, mert ebben hiszek, így éltem meg. Egy. Ha nem hinnék abba, hogy az együttműködésnek van értelme, akkor nem tettünk volna erőfeszítéseket annak érdekében, hogy jöjjön létre ez az együttműködés. Én ma is azt gondolom, hogy ez volt az egyetlen olyan lehetőség és alternatíva, amivel esélyt, reményt tudtunk visszaadni az embereknek, függetlenül attól, hogy mi lett a végeredmény, mert addig el kellett jutni, és az az út is számított. Én továbbra is azt gondolom, hogy bocsánat, ha durván fogalmazok, de akkor így akarom még egyértelművé tenni, hogy mi együttműködésre vagyunk kárhoztató akkor, hogy a negatív oldalát mondjam a dolognak. Tehát én nem látok olyan lehetőséget, nem látok olyan forgatókönyvet, ami nem arról szól, hogy ezeknek a pártoknak, politikusaiknak úgymond vigyázni kell egymásra. Tehát mivel a választói rendszer ugyanígy fog maradni, hiszen most, hogyha Fidesznek van kétharmadja, akkor azért, ha meg nincs kétharmadja, akkor meg azért fog ugyanúgy maradni a választói rendszer. Tehát nem csak ma voltak ezek a feltételek, hanem 2018-ban is. Ezért annak az elemzésnek kell elkészülnie, nem mostanra, de természetesen ez egy hosszabb folyamat, hogy ez a rendszer, most kipróbáltuk, hogy hogy működik, látjuk szavazókörre lebontva, hogy hol mi, hogyan működött, hogy ezzel a rendszerrel szemben hogyan lehet fölvenni a küzdelmet, hiszen a rendszer maga nem fog változni. Ezért mondom azt, hogy én abban nem fogok részt venni semmiféleképpen, ami arról szól, hogy ezt az együttműködést belülről elkezdjük szétzilálni, vagy ilyen Fekete Péter osztogatásba, vagy forró krumpli dobálásba vegyünk részt. Én úgy éltem meg, hogy az én partnereim, a mi szövetségeseink nekem segítettek, engem támogattak, én is mindenben megpróbáltam megadni nekik, és szerintem meg is adtam a támogatás segítséget. Nem lehet, hogy önnel nem lehet győzni? Hát nézze, ezt ilyen rendszerben nehéz eldönteni, ez egy történelmietlen kérdés, ha szabad így fogalmazzak, mert nem tudtuk, hát, nem tudjuk, nem tudjuk kipróbálni, mert de hát akkor ilyen napon mással se, mert ugye az egyéni körzetekben sem tudtunk több helyütt nyerni, sőt hát volt olyan hely, ahol azért az a 10 helyen tudtunk az nyerni, a 106-ból nem olyan rossz, ahhoz képest meg ami volt, meg pláne. Tehát azt gondolom, hogy ebben a tekintetben nem ez volt a fő probléma, hogy a bizonyos személyek milyen teljesítményt nyújtottak, mert azt gondolom, hogy ennél sokkal szélesebb volt az a problémahalmaz, amivel szembesülnünk akkor kellett. Csak egy gondolat erejéig, akkor miért? Tehát az összefogásra kárhoztatott összefogás egy jó formáció volt. Nézd, ugye pont ez de a lényeg neki. Mi okozta? Hát egyrészt volt egy olyan választói rendszer, ami egyértelműen lejtett. Na tehát, bocsánat, ne csináljunk így, hát azt kérdezte, hogy miért. Hogy hát azt mondjuk, hogy például ezért. Igen. Aztán volt egy hatalmas média ellenszél a történetben, ami azt láttuk, hogy a köztévé, a hírtévé, és még sorolhatnám hosszasan a történeteket, más se csináltak. És mi az, amit mondjuk önök... Nem adtak hírt arról, hogy mi mit csinálunk. Nem tudtuk az üzeneteinket eljutatni. Van olyan, amit az összefogás pártjai nem jól csináltak? A harmadik az az, amiről beszéltem, hogy adott esetben nem biztos, hogy jó stratégia volt a Jobbikot teljesen obligon kívül helyezni, és azt mondja, hogy nem foglalkozunk vele. Ez egy politikai, stratégiai kérdés, amin kell gondolkodni a jövő szempontjából, hiszen ez a dolog ismétlődhet. A negyedik, hogy volt egy olyan negatív kampány, aminek a hatása szerintem túlmutatott azon, mint amit adott esetben vélelmeztünk. Ez igaz a Simon ügyre, és igaz sok minden másra is. Önmagukban hibát nem négy... találtak az elmúlt 24 órában? Hát dehogy nem. Hát az a, ezek éppen nem az hiba, önmagukban lévő hibák, az, hogy, amiket felsoroltak. Az, hogy nem jól lőjük be adott esetben az, hogy egy Jobbiknak milyen szerepe lehet. Az, hogy nem jól értékeljük azt, hogy mondjuk a rezsicsökkentésnek a hatása az melyik társadalmi csoportokat hogyan találja el. Az, hogy mondjuk az egykulcsos adórendszer... Nem jól lövik be, de utána azon túl kell lépni, hogy bocsánat, és akkor mit kell csinálni? Például az egykulcsos adórendszernél, ugye az is egy fontos dolog, hogy nagyon sokan úgy élték meg, legalábbis az utólagos visszajelzések alapján, hogy őket nem érdeklik, hogy milyen kormány van, az egykulcsos adórendszer az neki több százezer vagy akár több millió forintot is hoz egy évben, amelyik kormány ezt neki biztosítja, arra a pártra fog szavazni, hát függetlenül, hogy tetszik-e. Akkor azok az emberek nem voltak aktívak, és itt jött be az a közöny, hogy azokkal az eszközökkel, amikkel mi tudtunk dolgozni, azokkal ezt a közeget nem tudtuk fölrázni, nem tudtuk megszólítani. Tehát az a tömeg, ami valószínűleg a középosztálynak, vagy a lecsúszó középosztálynak a jelentős része, azok az emberek nem hitték el, hogy lehet kormányváltás, nem tudtuk adott esetben őket elérni azokkal az eszközeinkkel, vagy üzeneteinkkel, amik voltak. De maga az a 8 pont például, amit meghatároztunk, az azért arra reflektált, hogy mik az embereknek a problémái, csak ezek az üzenetek nem
nem értek célba nagyon sok esetben. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben sok olyan eszközt kell újraépíteni a következő időszakban, ami nélkül látható módon egy kicsit úgy érezhettük magunkat, mintha a kövekkel dobáltuk volna a helikoptereket, és sok esetben ezek az eszközök ezek nem voltak elegek ahhoz, hogy keresztül tudjuk nyomni ezeket az információkat és üzeneteket. Egy kő is csodákra képes, hogy a helikopter csak nagyon messze van a helikopter. Csak igen. Tudni kell, hogy hova kell dobni. Köszönöm szépen. Meg jó nagyot kell tudni dobni hozzá.